Sziasztok! Ma edzéssel kapcsolatos videóval készültem nektek, ami a hasazásról fog szólni. Hasizom gyakorlatokat gyűjtöttem nektek egy csokorba. Megszokhattátok már tőlem, hogy nem igazán szoktam se köntörfalazni, se mellé beszélni, se hazudozni. Rövid leszek. Nem szoktam hasazni, mivel a hasizmok, tehát ahhoz, hogy kockás legyen, nem kell egyáltalán hasazni. Alapvetően, amikor az ember erőlködik, akkor a hasizma dolgozik. Viszont, hogyha egy izomra erősítünk, akkor nemhogy nem fogy, hanem ráadásul még vastagabb is lesz. Viszont én nagyon-nagyon vigyázok rá, minél vékonyabb legyen a derekam, úgyhogy én a hasazást azt teljes mértékben kihagyom. Annyi az összes hasazás az életemben, amíg megmutatom a vendégeknek a hasizom gyakorlatokat, mivel ők ragaszkodnak hozzá, ezért szoktam beletenni neki az edzéstervükbe. Úgy vettem észre, hogy a mai világban még mindig ott tartunk, hogyha valamire helyileg edzünk, akkor az vékonyabb lesz. Most nem akarok senkinek az álmait így szétpukkasztani, de ha valamire edzünk, az vastagabb lesz. Ilyen egyszerű. Akármennyire kis súlyat csináljátok, sok ismétléssel, akkor is az vagy vastagabb lesz, vagy semmit nem fog változni. Viszont mivel szeretitek volna, ezért hoztam nektek hasizom gyakorlatokat, amiket én a leginkább kedvelek, csináltatok, szeretek, de ugye, mivel alapvetően is kockás a hasam, hogyha diétázom, ha kockás hasat akarok, akkor le fogok diétázni. Tehát, hogyha valaki szeretne kockás hasat, akkor ne a hasizom gyakorlatokkal szórakozzon, hanem tessék rendesen, tudatosan, diétásan táplálkozni. Ami nem azt jelenti, hogy koplaltok. A koplalás, az már 1500 kalória alatt, az már koplalásnak számít, ennyi. Hasizom gyakorlatokhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hiába lengetitek 600-szor a lábatokat, vagy a felső testeteket, hogyha valamit lendületből csináltok, az izmotok nem fog dolgozni, nem fog erősödni. Tehát a hasizom gyakorlatoknak az az elsődleges szabálya, hogy koncentráltan, lassan, izomból végezzük. Egyetlen egy gyakorlatom van talán, vagy kettő, amit nem úgy csinálok, mert nem tudom anélkül végrehajtani. Az egyik az a V-lábemelés, amikor a függeszkedve lábemelést végzek, és egészen a fejemig felviszem a lábamat, ezt nem tudom anélkül megcsinálni, lendüljek. A másik gyakorlat pedig a ablaktörlő, azt is látjátok majd, azt hiszem, hogy Laci pont ma tett föl egy videót, annál szintén nem igazán lehet lendület nélkül végrehajtani ezt a gyakorlatot. Ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, egész nyugodtan, és most jöjjenek a gyakorlatok. Jó szórakozást hozzá!